Az önkormányzat többféle támogatást biztosít a rászorulók számára a városban, ide nem csak a szociális ellátás vagy az ingyenes bölcsőde tartozik, hanem van szociális kártya is, amivel olcsóbban lehet vásárolni, de többen kapnak anyagi segítséget is. Most módosult a gyermekvédelmi rendelet a városban, ez alapján pedig többen és több támogatást kaphatnak. A rendeletmódosítás alapján több rászoruló család kaphat támogatást az idén 60-ban. A gyermekvédelmi törvény szabályozza azt, és ugye ehhez kapcsolódó helyi önkormányzati rendelet, hogy milyen családok és hogyan kaphatnak támogatást. Ebben a támogatási formában következett be most pozitív változás. A rászorulók köre bővült, míg pedig úgy, hogy a jövedelem határt 30%-kal megnöveltük ebben a rendeletben, illetve 50%-kal növekedett a támogatás összege. Ebben a nehéz helyzetben az önkormányzat úgy gondolta, hogy minden segítség, minden támogatás szükséges a családoknak. Hozzátette, a települési támogatás összege évente és családonként legfeljebb 15 ezer forint lehet. A módosítás értelmében immár azok a családok részesülhetnek támogatásban, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 45.600 forintot. A gyermeket egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelők esetében 51.300 forintot, ahol pedig a szülők nyugellátásban részesülnek, ott 48.450 forintra módosult az összeg. Lestján Balázs kiemelte, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél több embernek tudjanak segíteni, így már előkészítés alatt van, hogy ismét támogassák az első osztályos gyermekeket, a gyermeket nevelő családokat és a nyugdíjasokat.